A magyarországi Kelebián a falualapítás 92. évfordulója alkalmából szentmisével és színes programokkal várták az érdeklődőket. A műsorban kicsik és nagyok egyaránt felléptek. 12. éve szervezik meg a falunapi ünnepségeket. Az ünnepi összejövetel szombaton délután kezdődött a falu templomában, ahol Pribitek László plébános szentmisét szolgáltatott az egybegyúlt híveknek. Az ünneplők ezt követően a főtérre vonultak, ahol a pap megáldotta a karácsonyfát. Avval kezdődik az ünnepségünk, hogy egy szentmisét tartok, és a szentmisébe prédikálok a vasárnapi adventi szakaszról, evangéliumról, utána pedig kijövök ide, és egy adventi beszédet mondok. Az ünneplők ezt követően átvonultak a falu agrárközpontjába, ahol kezdetét vette a művelődési műsor. Kis műsor készül, gyerekek, óvodások, iskolások, civil közösségek fognak ilyenkor össze, és természetesen valamivel ezt a születésnapot még szépé is tegyük, a falu kitüntetéseit is ilyenkor adja át az önkormányzat. Polgármester úr mond méltatást, és a közösségi érdíjat, Kelebián érdíjat, szociális munkás díjat, ezeket most fogják megkapni az érintettek. Mackó József a falu polgármestere elmondta, életképesnek tartja a települést, ami érdemes arra, hogy a fiatalok ott alapítsanak családot. Ez a kis ünnepségünk arról szól, hogy az emberek érezzék azt, hogy ide tartoznak, hogy ezen a homokon mégiscsak érdemes élni, érdemes kelebiainak lenni, érdemes táplálkozni ebből a földből, és valamiképpen emlékezni azokra az ősökre, akik lerakták ennek a településnek a jövőjét. Az ünnepség talán legjobban várt momentum a falu tortájának megvágása volt. A programot a Budapesti Pódium Színház művészeinek zenés szórakoztató produkciója zárta.